Hú, hát nem gondoltam volna, hogy lesz Discord Idióták 3, de ekkor jött ez a csodálatos ember, és elkezdett privátban írogatni. Szia, bocsi, hogy zavarlak, de elolvastam a szabályzatokat, és ugye a rajzbizboz, én csak videót tudok úgy szerkeszteni. Küldök egyet, ha kell, és lásd, de rajzolni nem nagyon tudok. Ehhez kéne rajzolni. Van Messengered? Ott át tudom küldeni a szerkesztett videóimat. Meg se hallott, amit írtam. Van Messengerem, de ha csatlakozni szeretnél a projektbe, akkor tudnod kell rajzolni. Tudok úgy rajzolni, hogy lemásolom vagy átrajzolom, ha úgy jó. Meg én nem érek rá mindig. Akkor miért akarsz jelentkezni? Nem, magadtól kell rajzolnod. Gacha life-ot se lehet, ha kérdeznéd. És küldött egy lájkot. Ugye is gondolhatjátok, ő végül nem jelentkezett a projektbe. És erre 3 hónap múlva újra rám ír. Ja, most már tudok rajzolni. Az a színes program, azon szoktam. Az jó? Igen. Akkor jó. És majd mikor kezdhetek veletek dolgozni? Mert akkor már elkezdem a dolgokat. Hehe, mivel? Érted? Ja, Petinek van az új videója, tudod, a Fred is? És azt szeretném rajzolni, vagy na, érted? És ehhez mi közöm nekem? Én nem dolgozok semmin. Akkor nem te csinálod azokat a videókat? Miket? Mindegy. Tubon. Akkor nem te csinálod a videókat. Csillag. Vagy mi? Mert úgy fogalmaztad meg magad. Most te szerkeszted azokat, vagy sem? Mert ha nem, azért az elég nagy szégyen, már meg ne haragudj. Érted? A multi-animátor projektekre gondolsz? FNAF-os, Misty, Hello Neighbor? Azok a projektek már rég elkészültek, ha nem tűnt volna fel. Bocs. Na helyedben szebben írnák 14 évessel, ok, 1 évvel idősebb vagy, és remélem ezt nem rakod ki YouTube-ra. Mert akkor magános sértés lenne. Ott okoznak a heledben. Drága, nehogy letiltsák a csatid véletlenül. Vigyázz magadra, szívecske. 18 vagyok. Azt a nézem a videóidat. Ne nézz hülyének. Nem nézlek hülyének, de attól még 18 vagyok. Még ha nem is hallatszik a hangomon. Ezek szervezetten voltak, jelentkezni kellett rájuk meg minden. Mit fenyegetsz? Nem. És mi van, ha azt mondom, hogy egy Noki vagy? Gondoltam. De nem vagyok Noki. És ha ezt kiraknád bárhova magánsértés, szerintem ezzel tisztában vagy, ugye? Mert szerintem tisztában vagy vele. Az se lenne jó neked, ha én kiraknám a beszélgetést bárhova. De nem fogom, nehogy azt híd. Pont az esetben nem, ha kisatírozom a nevedet, nem magánsértés XD. Az őszintén szólva csak magadat égetnéd be. Nem hiszem. Itt voltad be, hogy te nem is nagyon csinálsz semmit, csak a nézőid csinálnak mindent. Ó, én is nézőt vagyom, és szeretem a videóidat. Nem tagadom, meg kedves vagy én szerintem. Nincsen kürtöd világgá. Nem fogom, köszi. Nem vagyom te. Most küldtél el melegebb éghajlatra. Ó, basszus, nem akarok se csúnyán írni meg semmi, de a f*** ki van veled, érted? Mindenből elegem van. Erről most én tehetek? Nem, de ahogy írtam, te nem szerkesztes nagyon semmit, csak amiben benne vagy. Nem értem a mondatod. De nem azért, ennél többet csinálok az ilyen projekteknél. Lebonyolítom a szervezést, meg én is csinálok részleteket, plusz segítek a többieknek is, ha kell, és a végén én vágom össze a videót. Hogy érted azt, hogy benne vagyok? Tudod, vannak a videói, és nem lehetséges, hogy amiben benne vagy, csak azokat szerkeszted te. Érted? Van videói? Mi van vele? Hogy kinek a videóira gondolsz? Hanyagoljuk. Jó? Ez a kommunikáció pompás. Hát veled is ilyen helyes írással. És ha ezt kimered bárhova is rakni, akkor tiltalak. Cs. De még mindig nem értem, miért vagy ideges. Mondj már egy példát ilyen szerkesztett videóra, amiben benne vagyok. Nyagoljuk. Pont. Nem érted a magyart? Hát a te magyarodat nem igazán. Ez szar a humorod. XDD.